mondjál valami. Így, ne menjél ki a képből, hát miért mész ki a képből? És akkor fotó! Még egy fotó! De közben megy a videó! Na, hogy megy a dal? Hogy megy a dal? Jól. Jól, oké. Okay. Akkor nincs baj. Búcsúzik a 12. A osztály és osztályfőnökük Kis István tanár úr. Búcsúznak az osztály tagjai. Bőre Zsanett, Fazekas Dominika, Fórián Fanni, Fórián Viktória, Gál Imre, Harsányi Amina Erika, Kántor Milán József, Karika Imre, Kecskés Anna, Keserű Árpád Benedek, Keserű Tamás, Kis Csenge Virág, Koscsák Stepák Dénes, Kovács Attila, László Franciska, Lós László, Ludman Balázs, Ludman Bianca Erzsébet, Magyar Edina, Németh Krisztófer, Posta Gréta Petra, Rabcsák Barnabás Ágoston, Sepsi Panna Zsófia, Somogyi Petra,
Szabó Gréta, Tóth Dávid, Tóth Judizsán. Búcsúzik a 12. B osztály és osztályfőnökük Ugrai Zoltán tanár úr. Búcsúznak az osztály tagjai. Csontos Péter, Deák Noémi Afrodité, Domonkos Dávid, Domonkos Szabolcs, Garai Ádám, Halász Dóra, Juhász Andrea, Ludman Tímea, Mezei Brenda, Molnár Ádám István, Nagy Ágnes, Nagy Jázmin, Nagy Norbert István, Nagy Veronika, Pincés Krisztián, Sándor Dávid, Szoboszlai Anikó Renáta, Varsányi Anett, Vég Mónika. Búcsúzik a 12. A osztály és osztályfőnökük Kis István tanár úr. Búcsúznak az osztály tagjai. Bőre Zsanett, Fazekas Dominika, Fórián Fanni, Fórián Viktória, Gál Imre, Harsányi Amina Erika, Kántor Milán József, Karika Imre, Kecskés Anna, Keserű Árpád Benedek, Keserű Tamás, Kis Csenge Virág, Koscsák Stepák Dénes, Kovács Attila, László Franciska, Lós László, Ludman Balázs, Ludman Bianca Erzsébet, Magyar Edina, Németh Krisztofer, Posta Gréta Petra, Rabcsák Barnabás Ágoston, Sepsi Panna Zsófia, Somogyi Petra, Szabó Gréta, Tóth Dávid, Tóth Judizsán. Búcsúzik a 12. B osztály és osztályfőnökük Ugrai Zoltán tanár úr. Búcsúznak az osztály tagjai. Csontos Péter, Deák Noémi Afrodité, Domonkos Dávid, Domonkos Szabolcs, Garai Ádám, Halász Dóra, Juhász Andrea, Ludman Tímea, Mezei Brenda, Molnár Ádám István, Nagy Ágnes, Nagy Jázmin, Nagy Norbert István, Nagy Veronika, Pincés Krisztián, Sándor Dávid, Szoboszlai Anikó Renáta, Varsányi Anett, Vég Mónika. Veres Krisztina tanárnő. Búcsúznak az osztály tagjai. Bagdi Zsófia, Bagdi Zsuzsa, Balog Bianca, Balog Luca Sára, Boros Áron Etele, Böszörményi Lajos, Csipkai Sára Kata, Drobina Martin Dominik, Erdei Dániel, Fazekas Zsófia, Gazdag Réka, González Lia Rebeka, Halinda Virág, Hevesi Hanna Zsófia, Jákob Máté, Karacs Petra, Katona Nelli, Kis Gergely, Kovács Ivett, Kunkli Laura, László Áron István, Nagy Dániel János, Németh Szofi,
Polá Vivien, Pánisz Máté, Pap Izabella, Siteri Fanni Rebeka, Szabó Adrián, Szabó Milán, Szűcs Nikolett, Tóth Mátyás. Búcsúzik a 12. E-osztály és osztályfőnökük Mali István tanár úr. Búcsúznak az osztálytagjai. Bangó Csaba, Boltán László, Csáki Máté Szabolcs, Fehér Tamás, Fentik Anna Franciska, Galgóci Zsófia Dóra, Hanzíros Ildikó, Juhász Sándor, Kerekes Anna Krisztina, Kis Balázs, Kis Fanni, Komáromi Kamilla, Makrai Csaba, Márton Aniz, Menyhárt Oliver Márk, Nagy Orsolya, Ónadi Bernadett, Ősz Anna Petra, Ősz Éva Gréta, Ágó Adrián Eszter, Varga Kristóf, Varga Petra. A Hőgyes Endre Gimnázium ballagási ünnepsége alkalmából szeretettel köszöntjük Majosi Pálmát, a Berettyújfalui Tankerületi Központ igazgatóját, a kedves szülőket, vendégeinket, tanárainkat és az ünnepelt végzősöket. Kérem, hallgassuk meg a himnuszt! Kedves ballagó diákok, szülők, meghívott vendégek, kollégák! Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Hőgyes Endre Gimnázium ballagási ünnepségén. Mi, akik jelen vagyunk-e ünnepi alkalomból, valamennyien másképp éljük meg ezt a pillanatot. A legmélyebben a diákok, akiknek életében eljött ez az évek óta emlegetett és várt esemény, melyel végre igazából mindenki elismeri, hogy felnőtté váltak. A szülők, akik most, hogy ünneplőbe öltözve itt állnak, már érzik ennek a súlyát, és ha kicsit is őszinték magukhoz, akkor beismerik, hogy bizony, egy kicsit még jó lenne kitolni azt a gyerekkort. Itt vagyunk mi pedagógusok, akik sok-sok ballagást végignéztünk, s bár az ünnepség menete hagyományosan évtizedek óta ugyanaz, mégsem volt még két ugyanolyan ballagásunk. És itt nem arra utalok elsősorban, hogy az időjárás minden szeszélyét megtapasztaltuk már, vagy a járvány miatt négy egymás követő ballagást szerveztünk, hanem arra, hogy más és más mélységgel kötődünk egy-egy ballagó osztályhoz, attól függően, hány évig tanítottuk az adott csoportot, hány diák volt köztük, aki személyiségével belopakodott a szívünkbe. Visszatérve az eredeti gondolathoz, valamennyien mást és mást érzünk, de az biztos, hogy mindenki érzelmeiben gazdagabbá válik, hogy jelen lehet a 108 fiatal életének egyik meghatározó eseményén. Minden iskola megrendezi a napokban ballagási ünnepségét, de egy kisvárosi iskolában ez kicsit más, kicsit többről szól. Itt nem csak az osztálytársak szülei ismerik egymást, hanem szinte mindenki valahonnan ismerőse a másiknak. És ez a lényeg. Ez így a közös ünnepünk, a közös sikerünk, ezek a fiatalok, a mi közös büszkeségeink. Nagyon fontosnak tartom, és szerencsésnek érezhetem magam, mert a tantestületem is azonosul azzal a céllal, hogy mindent meg kell tennünk, hogy a Hőgyes Endre Gimnázium, melyet 1947-ben alapítottak, így idén már a 75. tanévét fejezi be, még sok-sok olyan ballagási ünnepséget élhessen meg, ahol a város és a környező települések tehetséges fiataljaik, az ő szüleik és rokonaik közösen ünnepelhetnek és mondhatják, hogy igen, jó döntés volt ezt az iskolát választani, mert mindenki elérte azt a célt, amiért 4 vagy 6 évig küzdött.
A gimnáziumok a közoktatás fontos szereplői, mert olyan értékálló tudással és képességgel ruházzák fel a fiatalokat, melynek segítségével mindent meg tudnak tanulni, akár szakmáról, akár egyetemi továbbtanulásról beszélünk. Ahogy a diákok kicsit eltávolodnak a mindennapok iskolai rutinjától, megértik a megtanultak hasznát, az átadott emberi értékek jelentőségét és a gimnáziumi közösség összetartó erejének fontosságát. A mindenki által ismert dal gondolatait használva, az élet, a mi életünk egy nagy utazás. Nagy utazás, a vonatunk újraindul, nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz, induljunk el hát megint, hallhatjuk az ismerős dal szövegében. Induljatok hát el, kedves végzősök az úton, annyit tudok mondani a szüleitek és tanáraitok nevében, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy az utatok egyes állomásain sikeresek legyetek, és az, hogy ez így is legyen, már csak rajtatok múlik. A mi szerepünk már csak annyi, hogy aggódva figyeljük, sikerül-e a vágyaitokat elérnetek, a céljaitokat beteljesítenetek. De azért az utazáshoz adok egy útra való gondolatot is, vagyis kettőt, ami jól kiegészíti egymást. Az első Barack Obamától, az Egyesült Államok volt elnökétől, a második pedig Martin Luther Kingtől, az afroamerikai polgárjogi mozgalom kiemelkedő vezetőjétől származik. A változás nem jön el, ha másokra vagy egy alkalmasabb időpontra várunk. Mi magunk vagyunk azok, akikre eddig vártunk. Mi magunk vagyunk a változás, melyet keresünk. És a hozzáéleszkedő másik idézet, ha nem tudsz repülni, hát fuss. Ha nem tudsz futni, hát gyalogolj. Ha nem tudsz járni, hát mász. Bármit is teszel, nem állhatsz meg. Menned kell az utadon előre. Kívánok nektek tartalmas, sikeres és boldog életet. Gondoljatok vissza a gimnáziumban eltöltött éveitekre jó szívvel. Köszönöm a figyelmet! Kerekes Anna, 12. I-osztályos ballagó diákunk és testvére, Kerekes Imola, 7. I-osztályos tanuló, a Jekyll és Hyde című musicalből a Sose sírhatsz, ha fáj című dalt adják elő. Oh.
és nem vagy jó héttól, nincs is más, csak zuhanás. A 11. évfolyam nevében Almási Sándor 11. osztályos tanuló búcsúzik a végzősöktől. Tisztelt vendégeink, tanáraink, kedves végzős diákok! Bevallom őszintén, hogy egy nagyon nemes és egyszerre nehéz feladat előtt állok, hiszen méltóképpen elbúcsúzni nem egyszerű feladat. Ez a nap jelenti egy meghatározó korszak végét, s egy egészen új kezdetét, amely egyszerre izgalommal teli és félelmetes. Tegnap még a bolondballagáson nevettünk és örültünk közösen, most pedig itt álltok ünneplő ruhátokban és kellő komolysággal várjátok az előttetek álló ismeretlent. Talán nem is gondoltátok szeptember 1-én, hogy milyen gyorsan eltelik ez a pár hónap, és itt álltok majd, ugyan most még kicsit megilletődve, de annál jobban bízva a sikeres érettségi vizsgátokban. Természetesen nem csak az elmúlt időszak telt el szempillantásszerűen, hanem a mögöttetek álló 4, illetve 6 év is. Valószínűleg nem tévedek akkor sem sokat, amikor azt mondom, rengeteg olyan élményt és emléket szereztetek gimnazista éveitek alatt, amelyek maradandó és igazán feledhetetlen pillanatokká váltak az osztályközösségeitek számára. Gondoljatok vissza egy-egy kifejezetten jól sikerült tanórára, vagy az osztálykirándulásokon átélt örömökre. Nem mehetünk el szó nélkül a mindennapok részévé vált kisebb bosszúságok mellett sem. Habár a kezdeti táncpróbák sokszor fejtörést okoztak, a végén mindenkinek sikerült az 1-2-H lép-lép-lép kombináció. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy megszerezzétek mindazt a tudást és kellő tapasztalatot, amellyel magabiztosan vághattok neki a nagybetűs életnek. A mai nappal ez a közös utazás véget ér számotokra, hiszen utoljára álltok itt így, együtt. Mindenkit vár a saját, még felfedezésre váró útja, amely Márai Sándor szavaival élve a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás, mivel nem kisebb feladat előtt álltok, mint önmagatok megismerése és céljaitok megvalósítása. Bevallom, irigykedve nézlek titeket, de mindeközben tudatában vagyok annak a tehernek, amellyel most meg kell birkóznatok. Ha szüleitekre tekintetek, egészen biztosan a büszkeség és meghatottság elejét láthatjátok arckifejezésükben, de titkon tanáraitok is pontosan ugyanígy éreznek most. Gondoljatok mindazokra, akik segítettek, bíztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során, és még most utoljára merítsetek erőt belőlük a továbbhaladáshoz. Legyetek büszkék magatokra, és ne felejtsétek el sosem azokat az útmutatásokat, tanácsokat, amelyeket tőlük kaptatok. Furcsa és szokatlan érzés még, hogy pár nap múlva jó magam és évfolyamtársaim lesznek a legidősebb és legtapasztaltabb diákok az iskolában. Ígérem, hogy méltó utódaitok leszünk, ahogyan ti is azok voltatok elődeiteknek. A büfében az udvariasság jegyében természetesen legelőre állunk a leghosszabb sor ellenére, a riftet lendeltetésszerűen fogjuk használni, illetve a szalagot is ugyanolyan büszkén fogjuk hordani, mint ahogyan ti tettétek.
Eleven tinédzserekből mostanra érett felnőtté váltatok, s ezen új életszakasz első próbatételének kapujában álltok. Nincs kétségem afelől, hogy megálljátok helyeteket és bizonyítjátok felkészültségeteket is. Kívánom, hogy céljaitok és elképzeléseitek beteljesüljenek és megtaláljátok örömeiteket, valamint sikereiteket az életben. Sose felejtsétek el gimnáziumunkat, ahogyan mi sem fogunk titeket. S ha alkalomattán lehetőségetek nyílik visszalátogatni iskolánkba, kérlek osszátok meg velünk újonnan szerzett tapasztalataitokat, bölcsességeiteket. Ne feledjétek, ahol véget ér valami, ott mindig elkezdődik valami új. Szeretném, ha a következő időszakra is így tekintenétek, bízva magatokban és tudásatokban, amellyel bármire képesek vagytok. Ballagási beszédemet Kosztolányi Dezső gondolataival szeretném zárni. Azt akarom tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba járók, a kezetekben egy nagy aranyérem, sólítsátok meg az egész világot. Sárkányné Kertész Éva igazgatónő az iskolai kitüntetéseket, jutalmakat adja át. Az iskola legmagasabb kitüntetését, a Hőgyes Endre emlékplakettet kiemelkedő tanulmányi munkájukért, versenyeredményükért, közösségi tevékenységükért, a következő végzős diákok érdemelték ki. Bordán László, 12-é. Csáki Máté, 12-é. Fazekas Dominika, 12-A. Fehér Tamás, 12-é. Fórián Fanni, 12-A. Galgóci Zsófia, 12-é. Juhász Sándor, 12-é. Karika Imre, 12-A. Kerekes Anna, 12-é. Komáromi Kamilla, 12-é. Őz Éva Gréta, 12-é. Pincés Dániel, 12-é. Rász Donát, 12-é. Szatmár Lili, 12-é.
Szoboszlai György, 12. év. Szűcs Nikolett, 12. B. Váci Fruzsina, 12. év. Varga Petra, 12. év. Kiváló közösségi munkájukért, eredményeikért, az iskoláért kitüntetésben részesülnek. Csipkai Sára, 12. D. László Áron, 12. D. Makrai Csaba, 12. év. Kónori Bernadett, 12. év. Sándor Dávid, 12. B. Takács Regina, 12. év. Kitűnő tanuló plakettet kapnak azok a tanulók, akik gimnáziumi éveik alatt minden tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Fazekas Dominika, 12. A. Fórián Fanni, 12. A. Karika Imre, 12. A. Varga Petra, 12. É. A 12. évfolyamot kitűnő tanulmányi eredménnyel zárták, ezért elismerő oklevelet kapnak a következő tanulók. Fazekas Dominika, 12. A. Fórián Fanni, 12. A. Karika Imre, 12. A. Kerekes Anna, 12. É.
Komáromi Kamilla, 12. év. Makrai Csaba, 12. év. Nagy Orsolya, 12. év. Ősz Anna Petra, 12. év. Pincés Dániel, 12. év. Sári Gréta, 12. év. Szatmári Lili, 12. év. Szűcs Nikolett, 12. D. Takács Regina, 12. év. Varga Petra, 12. év. A nyelvmesteri elismerésben részesül, aki legalább két nyelvből közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerzett eddigi tanulmányai során. Varga Petra, 12. év. A Fügyes Endre Gimnázium legjobb sportolója címet a következő tanulók érdemelték ki. Sándor Dávid, 12. B. Szatmári Lili, 12. év. Sárkányné kertész Éva igazgatónő a szülőknek adja át iskolánk elismeréseit. A szülői munkaközösségben végzett kiemelkedő munkájukért az iskoláért emlékplakettet kapják a következő szülők. Fóriánné bácsi Tünde, 12. A. Harsányi Józsefné, 12. A. Szoboszlainé Zabos Petra, 12. B. Borosné Lellősi Györgyi, 12. D. Kisné Pár Rita, 12. D. Bangóné Borbély Ildikó, 12. év. Csákiné Olá Ilona, 12. év. Nagyné Mocsári Anikó, 12. év. Iskolánk elismerésben részesíti azokat a szülőket, akiknek legalább három gyermeke végzett intézményünkben. Szabóné Gimesi Magdolna, 12. D. A Berejtyú
új falui tankerületi központ által adományozott jutalmat adja át Majosi Pálma tankerületi igazgatónő. A díjazott Takács Regina 12. E-osztályos tanuló, aki ebben a tanévben első helyezést ért el az országos középiskolai tanulmányi versenyen spanyol nyelvről. Az év hőgyes diákjai díjak átadása következik. A pályázók egy objektív pontrendszer alapján pontokat szerezhettek a gimnáziumi évek alatt mutatott tanulmányi eredményük, komplex szakmai tevékenységük, nyelvvizsgák, versenyeredmények, közösségi, művészeti és sporttevékenységük alapján. A díjazáshoz idén hozzájárult a díj alapítója, Hegyes Zoltán, iskolánk volt diákja. A Hőgyesendre Gimnáziumért Alapítvány által kiírt pályázatra idén 12 végzős diák nyújtott be pályázatot. Felkérem Jámbor Tamás igazgatóhelyettes urat, a Hőgyesendre Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának elnökét, hogy adja át az év hőgyes diákjai díjait az idei pályázat nyerteseinek. Harmadik díjat, ezzel az oklevél és a tárgyutalom mellett 50 000 forintot nyert, Takács Regina, 12. E-osztályos tanuló. Második díjat, és ezzel az oklevél és a tárgyutalom mellett 75 000 forintot nyert, Szoboszlai György, 12. E-osztályos tanuló. Az év hőgyes diákjai pályázat első díját, ezzel az oklevél és a tárgyutalom mellett a 100 000 forintot kapja, Makrai Csaba, 12. E-osztályos tanuló. Díjazottaknak gratulálunk, és további életükhöz, szakmai tevékenységükhöz sok sikert kívánunk. A végzősök nevében Csáki Máté, 12. E-osztályos tanuló mond búcsú beszédet. Ezek lennénk mi. Vagy talán ez volt a végzős évfolyam? Nem, szerintem ez se a mi évfolyamunk volt. Igen, ezek voltunk mi, a bombasztikus évfolyam. Elnézést a szokatlan kezdésért, de köztudott, hogy stúdiós voltam, vagyok, és talán leszek is. Tisztelt ünneplő közönség! Nehezen készült el ez a beszéd, nézegettem sokféle mintát, de valahogy egyik sem rólunk szólt. Végül rájöttem, hogy az elmúlt éveinket egy sablomba beszorítani nem lehet. A gimnáziumi évek minden diáknak másról és másról szólt, de elmondhatom, hogy az itt töltött éveink alatt kinyíltunk, kiteljesedtünk. Sok munkába került az, hogy idáig eljussunk, 8 óra tanulás, 8 óra szórakozás. Ó igen, bárcsak ott járnánk, de még van sok feladatunk, elsősorban most az érettségi. Remélem mindenki felkészült. De most ugorjunk vissza az időben, mindenki csukja be a szemét, szülők is, nagyszülők, diákok, tanárok, mindenki. Próbáljanak visszaemlékezni arra a diákra, aki az általános iskolából belépett ide a hőgyesbe. Na, kiket látunk? Én egy megszeppent kisfiút, aki bízik benne, hogy jól fogja érezni magát, segítenek elérni kitűzött céljait, rengeteg új barátot szerez, talán az örök barátot is, és nem csak a farsangi burikra lesz lehetőség, mint korábban.
Ezek teljesültek, sok barátom lett, jól éreztem magam, és bízom benne, hogy felvesznek az egyetemre. Ha az előző két gondolatot nézzük, ez egy sima 4, illetve 6 év volt, pedig nem. Nekem a 6 évből 3 a Covid árnyékában telt el, utólag visszagondolva nem volt ez olyan rossz. Hiszen az akkor különleges pillanatai lettek a ma és holnap emlékei. És emlékezni csak a jóra és szépre szabad. Apropó emlékek. Én emlékszem az első napra az iskolában, talán az első dolgozatra is, az első versenyekre, sok minden első dologra emlékszem. Nem gondoltam volna akkor, hogy ezekből ilyen hamar emlékek lesznek. Méghozzá szép emlékek. Ezt nektek köszönhetem barátaim, iskolatársaim és tanárainak, és neked iskolám. Így visszagondolva egész jó kis évek voltak ezek. Csapongok. Egymást kergetik a fejemben a gondolatok, kellene most beszélni sok mindenről, hiszen azért állok most itt előttetek, hogy beszéljek a kezdeti álmokról, vágyakról, sok erőfeszítésről, vagy beszéljek külön-külön megemlítve szeretett tanárainkról, iskolánkról, a meg nem tett és megtett kirándulásokról, a fellépésekről, a versenyekről, az órákról, a szerelmekről, a szakításokról, az ötösökről, a kegyelem kettesekről. És csak beszélek, közben mindenki más vár tőlem. A tanárok egy mindent átfogó részletes beszámolót az elmúlt évekről, a diáktársak magukba mantrázzák, Csáki, hagyd már abba, menjünk már, elég volt ebből. A szülők valami meghatót várnak tőlem, valami olyat, amitől el lehet pityeregni, amitől büszkék lehetnek csemetéjükre. De én mindenki elvárásainak nem tudok megfelelni, és nem is akarok. Én csak azt tudom mondani, hogy itt, ebben az iskolában szerintem jó volt. Á nem, szuper volt. Á nem, mindenkinek más volt. Vidám, zajos, változatos, az életre felkészítő, miközben az élettől meg is védett ez az iskola. Hetek múlva véglegesen el fogunk válni, ezután vagy új iskolákba kerülünk, vagy elkezdjük a felnőtt életet, de emlékeink, amik a hőgyeshez kötnek minket, azok örökre megmaradnak. A búcsú a legfájdalmasabb, főleg, ha valaki úgy szerette ezt a helyet, mint én. Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül. Család voltunk egymás számára, megélhettük a biztonságot, a közösséghez való tartozást, a mindennapok pillanatait. Ahogy mondják, a lélek nem felejt, azt is őrzi, amit az ember elfelejt. Átéltük, ahogy tudásunk alakult, gyarapodott. Hálásak vagyunk, hogy olyan tanáraink voltak, akik megosztották velünk a tudásuk legjavát, és meghallgattak minket a mindennapokban. Szívből hálásak vagyunk szüleinknek is, akiknek ezúton is köszönetet szeretnék mondani, mert támogattak és bíztattak minket, és az ő segítségükkel jutottunk el idáig. Kedves itt maradó diáktársaim, tanáraink, remélem ugyanolyan jó volt nektek, önöknek az elmúlt 4-6 év, mint nekünk. Szép és kellemes emlékeket őriztek, őriznek meg szívünkben rólunk, és nem csak egy újabb tabló leszünk a falon. Zárszónak beszéljen helyettem Ady Endre. S én, vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat. Föl-föl fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. A végzős osztályok képviselői felkötik osztályok szalagját a zászlókra. Harsány Amina Erika, 12. A, Szoboszlai Enikó, 12. B, Szűcs Nikolett, 12. B, Nagy Orsolya, 12. E.
zászló átadás következik.
Én is itt vagyok. Megörökíteni a pillanatot.